Sziasztok! Ma a DM-ben voltam vásárolni ezzel a kis hátizsákkal, és azt gondoltam, hogy megmutatom nektek, amiket vásároltam. Itt a kis kutya, úgyhogy lehet, hogy majd halljátok, ahogy itt csinál dolgokat. Na, de lássuk is, hogy miket vettem. Bónusz napok vannak, ha ez mond valakinek valamit, még most a hétvégéig. Úgyhogy tudtok az alkalmazásban ilyen bónuszpontokat regisztrálni, ami 20-szoros szorzó, azt hiszem, a vásárlás végösszegére. Én ezért a látjátok, 10-ig van, úgyhogy én ezért a vásárlásért végösszegi izét váltottam be, ezt ugye ezt a végösszegi 20 pontot, meg majd elmondom, mert egy csomó minden másra is voltak ilyen plusz pontok. Remélem, hogy azok is aktiválódtak, nem tudom, mindegy. És így kaptam ezért a vásárlásért 1167 pontot, amiből normális csak 39 volt, és 1128 volt extra pont, szóval tök jó szerintem. Na, de lássuk is, hogy miket vettem. Vettem magamnak egy nix csokit, sima cukormentes csoki, meg gluténmentes, de szerintem tök finom. Aztán van itt egy szokásos ilyen Pantene sampon, meg ehhez van egy balzsam is. A Pantene cuccokra azt hiszem, hogy vagy 25 vagy 35-szörös szorzó jár. Úgyhogy ezt is megvettem. Aztán vettem egy ilyen Balea tusfürdőt. Tudjátok, hogy szeretem ezeket a cuki kiadásokat, úgyhogy úgy gondoltam, hogy miért ne. Vettem egy borotvát. Most ezt az X-epileset vettem, mert ilyet még sosem használtam, és fogalmam sincs, hogy milyen. Majd kiderül. 4 darab volt, azt hiszem 600 forint. Egyébként a ilyen saját márkásokat szoktam venni, de majd meglátjuk. Na hát ez egy életmentő cucc, ez ilyen laktázenzim. Mindig a DM-ben veszem ezt a fajtát, ez ilyen 12 000 egység, szóval ez tényleg bivajerős. Egy darab tablettát bőven elég bevenni, hogyha valami olyat eszek, amiben van laktóz, és tényleg nagyon-nagyon bevált. Úgyhogy ha hasonló problémával küzdötök, akkor ezt nagyon tudom ajánlani. Én már próbáltam mindent, ilyen Millenjoyt, ezt a jutavites laktázenzimet, mindent. Mindegyikből 2-3, sőt volt, hogy 4 darabot kellett bevennem, hogy ne legyen semmi bajom. Viszont ebből tényleg elég egy darab tabletta, és akkor teljesen jól el vagyok vele. Ebben 40 darab tabletta van, és 3000 forintba kerül. Hát nekem ez hónapokig kitart, mert azért általában inkább a laktózt így alapjáraton megvonom magamtól, de van, hogy ugye érdemes, vagy hogy olyasmit eszek, amiből van, és akkor érdemes ebből bekapni egyet. Aztán itt a kedvenc papírzsebkendőm. Ez egy ilyen újrahasznosított papírzsepi, ilyen dobozos, egyébként 4 rétegű, nagyon-nagyon jó puha. 100 darab van benne, és 300 forintba kerül, vagy 250-be, valahogy így, hát ilyen sima, egyszerű tényleg, de nagyon-nagyon szeretem. Aztán vettem egy szempilla spirált, most ezt a aztán vettem ilyen törlőkendőket, ezt már ismeritek, mert 120-szor beszámoltam már róla körülbelül. Ez most nem tudom, hogy egy új illat, vagy csak én nem találkoztam vele eddig, de tele volt még vele a polc. Ez ilyen rózsás, mandulás, nem tudom, hogy milyen illata van, mert nyilván még nem használtam. Ez pedig a szokásos ilyen lájmos, bazsalikomos. Ugye nekem a gránátalmás volt régebben a kedvencem, azt télen szokták árulni, nem tudom, hogy most télen lesz-e, majd kiderül. Viszont ezek tényleg annyira jók, hogy minden nagyon szuper, ugye lehet őket szépen használni. Nyilván nem a legjobbak a környezetnek, de szerintem néha belefér. Hát az áruk, nem is tudom így most hirtelen nektek megmondani, ugye megnézzük itt a kis számlán. 499 forintba kerül. Aztán vettem egy folyékony szappant. Hát ezt képzeljétek el, hogy málnás és magnóliás. Ez az illat, ez valami zseniálisan nagyon-nagyon jó. Úgyhogy ugye én ebből mindig ilyen utántöltőt veszek, mert mindenhol ilyen kis kőhatású kis, hát mik ezek, szappantartóink vannak, konyhában, WC-ben, fürdőszobában, mindenhol, és akkor azokat szoktam utántölteni.
ez volt most a legolcsóbb. Egyébként a fél literes került, azt hiszem, hogy 300-ba, ez meg 400-ba, és ez 75 millis, vagy 750 millis, bocsánat. És hát úgy gondoltam, hogy most ez megéri nagyon. Vettem ilyen cukort, hát ilyet még nem használtam, hát remélem, hogy nem lesz rossz íze. Ez is ilyen kis cukormentes kis cukorka egyébként, és azért vettem, hogy közeli lejárat volt, úgyhogy olcsó volt, 400 forint helyett került 100 forintba, és ez ilyen vitaminos, és valahogy az jutott róla eszembe, hogy hát ha olyan, mint ami gyerekkorunkban lehetett kapni, tudjátok, ezek az ilyen vagy ilyen, mi az ilyen gyümölcs alakúak, voltak ilyen narancs, meg citromgerezd alakú kis cukorkák, úgyhogy ezért vásároltam meg, ez egyébként ilyen vitaminos cukor. Két csomaggal is vettem belőle, hát őszintén szólva, hogyha nagyon rossz íze lesz, akkor se bukunk rajta sokat, mert hogy összesen a kettő került 200 forintba. Majd kiderül. Aztán vettem a szokásos ilyen nedves WC-papírt, ebből kettő csomaggal vettem. Ez azt hiszem, hogy 350 vagy 400 forintba kerül, és vagy ezt szoktam venni, vagy ugye a Rossmannak a saját márkását, mind a kettő ugyanolyan jó szerintem. Most a rózsaszín csomagos nem volt, úgyhogy azért vettem ezt a zöldet, ami ez a szenzitív. Nekem a rózsaszínnek egyébként jobban tetszik az illata. De most csak ez volt. Mindegy, teljesen. Ezt is szeretem egyébként. És ilyen nálunk mindig van itthon. És vettem egy ilyen Davos kókuszos tusfürdőt, mert megszagoltam, és nem bírtam ott hagyni. Zseniális illata van, én tuti, hogy ezt már majd most ki fogom bontani, és használni fogom mától, hiába van kibontva a másik tusfürdőm, mert ez valami eszméletlen jó illatú. Én szerintem nekem nem volt még a Dove-tól kókuszos tusfürdőm, de ez valami zseniális. Megláttam, nem mondom, ezt kell. Aztán vettem még a Dove-tól egy ilyen sprét is, mostanában valami miatt nagyon-nagyon izzadós vagyok, nem tudom, ez így kialakult, és egyszerűen nem elég, hogyha reggel felkenem a stiftet, mert a stifteset szerettem eddig nagyon, mindig a Rexona Maximum Protection-t használtam, most is azt használom egyébként, de egyszerűen nem, valami nem jó, úgyhogy ezt ilyen vészhelyzeti táskába dobósnak vettem, hogyha esetleg elkezdek valahol nagyon izzadni, akkor ezt gyorsan után tudom fújni, ugye a stiftes olyankor már sok mindent nem csinál, de ez azért jó, hogyha nem büdös az ember, bármennyire is csúnyán hangzik ez, és úgy látom, hogy kiürült a szatyor. Úgyhogy így összesen ezeket vettem tulajdonképpen. Hát már félúton hazafele jutott eszembe, hogy a Domestos az elmaradt, mert még azt kellett volna. A többi tisztítószer az most szerencsére van itthon, viszont a Domestosra is lett volna 35-szörös szorzó, és már csak egy fél flakonnal van, úgyhogy azt akartam venni, de hívott a GL-es futár, hogy vár rám a ház előtt. És hogyha ide érek 10 percen belül, akkor még itt lesz, mert ő máshova is megy a környéken, szóval rohanni kellett, és sajnos a Domestos így elmaradt. De hát ez van, így jártam, mindegy teljesen, úgyhogy azt hiszem, hogy az még szeptemberben végig felhasználható az a kupon, úgyhogy majd Domestos még nyilván el fogok menni venni, és tulajdonképpen ennyi. Remélem, hogy tetszett nektek ez a videó, hogyha így volt, akkor nyomjatok rá egy lájkot, írjátok meg, hogy ezek közül ti miket szoktatok vásárolni, mi az, amit szerettek, mi az, amit nagyon nem szerettek ezek közül, és hogyha van valamilyen termékajánlásotok, azt is szívesen fogadom, hát ha én is majd kipróbálom, és tetszeni fog, úgyhogy köszi szépen, hogy itt voltatok ma is, és hát legyen nagyon szép napotok. Sziasztok!